Nagy csodát volt december, úgy hívják karácsony. Fényt áraszt a szívekbe, gyertyát gyújt az ágon. A második adventi gyertyagyújtáson a Kompani Zsófia Óvoda Katica csoportja adott műsort. Karácsonyra vásárolta anyukám, csengom ez a dal, csingilingil kis harag, csilingel a kis harag. Vége fia bali várány, gyere, itt a rászol, gyere be, nézd csak, hol lakom, kukkancs be az ablakon, sós perec az ablakon. Ragyogó lesz a ruhája, az ünnepelje. Csillag röppen a hegyére, gyertya lángyalokba, dallal várják és örömmel, boldog otthonukban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözik be szent karácsony ünnepén a béke. Itt van gyertya ég, en a ruhék, a szívünkből a rosszaság kitakarodjék. A gyertyát az óvoda igazgatónője Újber Jánosné gyújtotta meg. A program a művelődési házban folytatódott, ahol mézes kalács díszítésen vehettek részt kicsik és nagyok. Illésné Puszter Hajnalka vezette a foglalkozást. Úgy jött az egész, hogy megláttam Pesten a sütnikék kiállításon, mert engem elsősorban a torták érdekeltek, az a leendő oktatómat, Vargáni Orbán Anikót Keszthelyről, Cserszeg Tomajról pontosabban, és annyira megtetszettek a munkái, hogy úgy döntöttem, hogy ezt én is szeretném kipróbálni. És hamarosan jött egy e-mail tőle, hogy akik ott azon a fesztiválon nem nyertek tőle úgymond tanfolyamot, de kapunk egy lehetőséget egy egynapos díszítésre. És én oda elmentem 2016 májusába, és onnan kezdődött ez a szerelem a mézes kalács iránt. És mivel nem csak díszíteni szerettem volna, hanem sütni is, ezért kénytelen voltam újból elmenni egy tanfolyamra, ahol megtanultam, hogy kell igazán finomat gyúrni. Tudok 5-6 féle mézes kalács receptet körülbelül. Van olyan, amit csak díszítünk, van olyan, ami finom, puha, ehető. Tehát sokféle van, mézes puszerlé, bármi. És akkor utána jött az, hogy testvéremnek kislányai vannak, és nagyon imádták, hogy én mézes kalácsot díszítek, és szerették volna kipróbálni. És mivel családom belül ez nagyon bevált, úgy gondoltam, hogy akkor más gyerekekkel is nagyon szívesen, és hát így kerültem ide, és így vagyok itt. És én máron harmadszor vagyok nálatok. Ugye első körben el kell képzelniük azt, hogy mit díszítsenek, milyen motívum legyen rajt. Te már kitaláltad, hogy mi lesz az oknidon? Nem.
Nem. Na, mindegy. Ez a lényeg, és akkor utána ezt meg kell próbálni megvalósítani. Tehát először jön az ötlet, aztán a kivitelezés. És nagyon ügyesek. Ez garantálom, hogy nagyon ügyesek. Meg szoktam kérdezni a gyerekeket a tanfolyamon, hogy miből készül a mézes kalács, és általában mindig a mézet hagyják ki belőle, annak ellenére, hogy benn van a nevében. Tehát liszt, termelői tojás, termelői méz, arra mindig ügyelek, hogy kis termelőktől beszerzett anyagokkal dolgozzam. És igazándiból egy kis szódabikarbóna kell még hozzá, meg nyilván porcukor. Az, amivel díszítenek a gyerekek, meg ha hozzájutok néha én is, az tojásfehérje és porcukor. Az eszközöket, azokat általában minden cukrászati boltban be lehet szerezni, bárki bemehet és tud ilyen kis csöveket, adapter zacskót venni, de hogyha mindez nincsen, akkor elég egy zacsi, amire nagyon pici lyukat vágunk a végére. És azzal nagyon ügyesen tudnak dolgozni.